Na most ez az egy mondat, hogy lemondott posztjáról Braun Robert, a miniszternek hivatal kormányzati kommunikációért felelős helyettes államtitkára, ez egy hír. Most a hírrel kapcsolatban nagyon röviden a következőt lehet elmondani, tehát ahogy az egyetemen az ember ezt így röviden megpróbál. Világos. Mi a hír? A hír az, akkor hír, ha aktuális. Tehát az, hogy most itt berohanna a kicsi úszor és közölné, hogy Napóleon vesztett Waterloo-nál. Igen. Az nem hír, miért nem? Mert nem aktuális. Na de és aki nem tudja, hogy meghalt a Napóleon, annak nem aktuális? Nem aktuális. Ezért hülyeség történelmet tanulni. Hírnél... Nem aktuális. Na meg jó. A hírnél az borzasztóan fontos, hogy meglepő legyen. Tehát az nem hír, például, hogy lehullottak a lompolatok. Hát akkor minden mondatot hír. Tehát az nem hír, például, hír, az nem hír, hogy hétvégén alkoholt fogyasztott Bajor Imre, az nem hír. Mi volna hír? Miért ne lenne hír? Hiszen az nem volt, az folyamatos. A hír tehát az van, egyébként ez egy Lutz Erbring nevű német szociológus. Lutz Erbring. Médiaszociológus. Én is kérek magyarán róla. A meglepő erő borzalmasan fontos, tehát a hír nem az, hogy ivott a hétvégén kicsigószár, az volna a hír, hogy ezen a héten nem ivott. Következő. Tökéletes. Következő. Igen. A hírben szereplő személy ismertsége és befolyása. Az például, hogy köszönöm. Mondjuk köszönöm. Gálvölgyi művész igen. úr. Igen. Gálvölgyi művész úr. Beszéljünk rólam, hát. Igen. Nagy sikert aratott hétvégén. Nem hír, mert hiszen... Nem köszönöm. Hír, hiszen mert mindig. Hiszen mindig. A Madács hír. Színházban ha az nem hír. Ha most megbukik 28-án az operettben, az egy hír. Jól mondom? Ellenben... Ha mondjuk netalántán Kovács 23 János egy születésnapi ünnepségen elmond egy nagy sikerű verset, az nyilván nem hír, mert kutya nem tudja, hogy a kicsodát. Tehát fontos, hogy a hírben szereplő személy ismert és befolyásos legyen. Akik itt most jelen vannak, azok gyakorlatilag mind felvételt értek a Havashoz. A következő... Földrajzilag és kulturálisan legyen hozzánk közel. Tehát az nem különösebben hír, hogy mit tudom én, döglenek az oroszlán fókák Grönlandon, minket az érdekel, hogy a békésmegyei sertéseket ne vigye el a, bizony, a vész. Bizony. Hogy aggódom én reggelente? Végezetül a hírnél borzasztóan fontos a kár és normasértés foka. Tehát például, ha ellopnak egy Trabantot, az nem hír. Olyan probléma. Igazán az a hír, ha ellopják... A Rolls Royce. Csodálat! Nem buktam meg! Egy egész házat, meg üdülőt, meg villát, az annyira nem aktuális, hogy nem is írnak róla. Már lassan. De várjad, de most honnan indul? Na most Braun Robert, visszatérhet. Nézzük meg Braun Robertről. Kicsi huszár, mint első osztályos tanuló. Igen? Igen. Van-e hírértéke annak... Maradj már, csugor! Hogy lemondott Braun Robert helyettes államtitkár. Mi? Annak hírértéke? Aktualitás tekintetében. Van vagy nincs? Szerintem nincs. Miért nincs? Mert hogy kellett volna. Mert én nem ismerem Braun Robertet. Azért nincs, mert most mondott le, de mikor kellett volna? Régen! Köszönöm! Tanár úr, anyámat beküldhetem? Köszönöm. Következő kérdés. Kedvesre ki kell menni. Gábőgyi, föl. Igen. Meglepő erő tekintetében az a tény, hogy Braun Robert lemondott. Ez bír-e meglepő erővel? Hogy lemondott? Gondolkodjunk. Nem bír. Hiszen... Bír be eddig. Húszár! Segítsen már nyugton! Leöntöttem a izé. Ne már! Ma nem bír, mert az volt a bír, hogy ő eddig bírtlen. Kés rúghatták volna. De páros lábbal. Igen. Következésképpen ez nem hír. Nem hír. Mikor lett volna hír? Ha nem rúgják ki. Vagy nem. Ha nincs Braun Robert. Legyed nem jó. Nem, a Bajor rosszul van, és én haza tudnám kísérni. Mondjad!
Csak... Csak a Kerr mondta, hogy ki kell menni pisilnie. Ki mehet? Ki kísérsz? Ki? Mert egyedül már nem bír. Nekem mikor van vége az órának? Mert már reggelünk megáll. A hírben szereplő személy ismertséges befolyása. Kicsi huszár tanuló? A Gábornyi levette a cipőjét. Nem igaz! Nem igaz! Csak mind a kettő. Nem igaz. Ahülye vagy! Ahülye! Van itt egy normális színész. A Jucsi! A Jucsi! Igen. Kem Andriska, csöngessél, hogy véget tudjak vetni az órának. Ha tudsz csöngetni? Nem tudok, tanár úr, mert a verebes szurkál a körzőjével. Nem tudok. Csöngessen valaki. Ki lehet menni? Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen! Köszönöm! Álljatok föl, gyerekek! Köszönjük! Te ja? Köszönöm! Én hirdetek, tanár! Ez végül is kedves volt! Én hirdetek! A szünetben lehet diplomát venni kinn a bütében. Most reklám